keresztény egyházak a mai napon, nagy csütörtökön ünneplik az Úr Jézus utolsó vacsorájának az emléknapját. A római katolikusok ezen a napon este szentmisét, ünnepi szentmisét tartanak, amely három gondolat köré szerveződik: a lábmosás szertartása, az oltári szentség alapításának a szertartása, és a papság szentségének az alapítása. A lábmosás az Úr Jézusnak a gesztusát utánozza, aki Szent János evangélista szerint a tanítványaitól úgy köszönt el, hogy megtanította őket, hogy mit jelent szolgálni. Ennek a szolgálatnak a nagycsütörtöki második fontos eseménye az oltári szentség alapítása. Minden keresztény egyház a világon, amely Jézust üdvözítőjének vallja, megünnepli évközben is ezt az eseményt. A reformátusok úrvacsorának nevezik, más vallások is elismétlik azokat a szavakat, amelyeket az Úr Jézus mondott búcsúvacsorán vagy végvacsorán, a kenyér és a bor fölött. Hitünk szerint az az egyszeri esemény, amit ott az Úr Jézus az apostolokkal megünnepelt, azóta is valahányszor összejövünk szentmisére, istentiszteletre, megújul. Megújul Jézus szavainak köszönhetően. Ez az én testem, ez az én vérem, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Egyetlen parancsot hagyott az Úr az istentiszteletre vonatkozóan, és ez pedig így hangzik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért olyan fontos ez a mai nap. Viszont ahhoz, hogy ezt a napot valóban megünnepelhessük, mint az Úr vacsoráját, halálára és föltámadására emlékezve, szükség van a szolgálati papságra. A szolgálati papság a katolikus egyházban a fölszentelt pap. A fölszentelt pap a fölszenteltségének köszönhetően, amelyben a püspöktől részesül, és a püspökök az egykori apostolokra vezetik vissza a kézrátétel szertartásán keresztül a kapcsolatot az Úr Jézussal, valóban fölszentelést végeznek. Ez egy olyan lelki képesség, olyan kegyelmi képesség, amely nem látható, a kegyelem nagyon sokszor nem látható, de érzékelhető, tapasztalható valamilyen formában. És a papoknak a szavára, amikor kiejtik ezeket a mondatokat, a kenyér Krisztus testévé, a bor pedig Krisztus vérévé változik. És ez a szent áldozás. Ezen a napon énekeljük azt a nagyon szép himnuszt, latin himnuszt, Ubi caritas et amor Deus ibi est, ahol szeretet van és egyetértés, ott az Isten. Tehát a nagy csütörtök a nagy hétnek az első fontos napja, a keresztény életünknek a középpontja. Ahhoz, hogy valóban keresztények lehessünk, mindig meg kell újítanunk a hűségünket. Ez egy olyan, mint hogy a házastársak a házassági évfordulón legalább akkor megújítják egymás iránti hűségüket, szeretetüket, mert különben kialszik. És Jézus kérése, hogy soha ki ne aludjon bennetek az irántam való szeretet és az egymás iránti szeretet. Igen, ez a nap az egymás iránti kölcsönös szeretetnek is a parancsát teljesíti. Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Ezt is Szent János evangélista hagyta ránk, ezt a mondatot. És valóban megújítjuk egymás iránti szeretetünket. Igazából csak egyetlen szeretet van, az, hogy Isten szeret bennünket. Mi próbáljuk viszonozni, kell is, és ez a megújítás, de tudjuk, hogy a mi szeretetünk tökéletlen. Kiteszi tökéletesé az, aki azt mondta magáról, hogy Isten szeretett. Viszont ennek a napnak feladata is van, küldetése, elsősorban a papság számára, hogy úgy végezze a szent szertartásokat, úgy prédikáljon, úgy tanítsa a gyerekeket, fiatalokat, felnőtteket, hogy rajta keresztül megérezzék és megtapasztalják Isten szeretetét. Talán ez a legnehezebb egy pap számára, hogy hiteles legyen, mert érezni, ha nem hiteles. Ha áldozatos életet él, ha azoknak adja a napjait, az óráját, az idejét,
akiket rábízott az Úristen, akkor megtapasztalják, hogy valóban ez az ember, ez a pap Krisztusnak él, és az ő testvéreinek. Mert hogy ezen a napon, nagy csütörtökön az Úr Jézus azt mondta, nem vagytok már többé szolgák, barátaimnak hívlak titeket, mert mindent elmondtam nektek, amit atyámtól hallottam. És hogyha egy közös atyánk van a mennyei, és Krisztus a testvérünké lett, akkor nyilván egymásnak is testvérei vagyunk Krisztusban. Ő a mi nagy testvérünk, aki bennünket az atyához vezet, vagyis a húsvéthoz, vagyis a föltámadáshoz, vagyis a teljes élethez, az örömteli teljes élethez.